Utolsó program eleméhez érkezett a sátoraljó új helyi óvodák és bölcsedék fejlesztése című Európai Unió által támogatott pályázati program megvalósítása, a Miklós utcai óvoda, illetve a Károly falván található intézmény megújítását követően elindult a központi hétszínvirág óvoda átalakítása, modernizálása. Az építkezés az utcáról is jól látható. Ugyanis a belső terek átalakítása mellett az épület kap egy új, akadálymentesített bejáratot is. Akadálymentes bejárat készül innen kívülről az épülethez, illetve belül a belső terek újulnak meg. Nagy problémát jelentett annak idején, hogy nem volt a tornaszoba oda bent a gyerkőcöknek, nem voltak a legmegfelelőbbek a belső terek kialakításai, akadálymentesítései, ezekhez tudunk most hozzányúlni. Nagy változást jelent az új helyi óvodák életében a konyhák átszervezése. Ezt is a pályázati program tette lehetővé, melynek során a Diana Művészeti Óvoda konyhája teljes körű helyreállításon esett át, és amely az év elején, mint főzőkonyha, meg is kezdte működését. Most már ebből az intézményből látják el az önkormányzat valamennyi kisgyermeknevelő intézetének étkeztetését. A többi óvodában és bölcsödében már csak melegítő konyha működik. Így lesz ez a hétszín virág óvoda esetében is. Nagyon nagy változás, hogy korábban egy főzőkonyha működött itt, ez most arra melegítő konyhává működik. Erről beszéltünk már itt a Zemplén Televízió különféle műsorain belül, hogy a, a Miklós úti óvodában volt egy nagy léptékű konyhafejlesztés, gyakorlatilag az összes óvodát és a bölcsödét is onnan látják el a lételekkel Éppen ezért itt létjogos újtságát vesztettem, megmaradt pusztán csak egy, egy melegítő konyha, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy, egy hosszú építkezési folyamatnak valóban az utolsó állomása, hiszen valamikor 2016 környékén indultunk el egy ö, ö, energetikai korszerűsítéssel, aztán elkészült a bölcsőde is, és most ö, végre ö, azt tudjuk mondani, hogy a óvónők és a gyerekek és a szülők nagy örömére a belső terek is megújulnak, és valóban a központi óvodai épület is teljesen új fényében fog ragyogni hamarosan. A Sátoraljaújhelyi -e óvodák és bölcsödék fejlesztése című pályázat a nyár végén zárul, de ezzel nem fejeződik be az intézményekhez kapcsolódó beruházás sorozat. Sátorai új helyi önkormányzata egy újabb pályázati támogatás segítségével a tündérkert bölcsöde bővítését is meg fogja valósítani.